2016-ban állami költségvetésből újult meg a 49-12-es út Nagykállót érintő szakasza, úgy, ahogyan ez az utca is. A Mártírok útján decemberben már csak ez a 3 km hosszú térköves járdaépítés maradt. A beruházás költségeinek egy részét, az állami támogatást kiegészítve, a helyi önkormányzat vállalta fel. A közfoglalkoztatottak járdát építettek és terepet rendeztek ezen a területen. Nagykállóban a kisebb önerős útkorszerűsítések mellett 2016-ban ez az óvoda újult meg, az intézmény tetőszerkezetét 40 millió forintból cserélték, de energetikai beruházásokat is terveznek 2017-ben. A belterületi bel- és csapadékvízvédelmi fejlesztések folytatódnak uniós forrásból. Nagykálló pályázott a leromlott városi területek rehabilitációjának harmadik ütemére is. Az egyik városrészünknek, amit már 2010-ben adtunk át, annak a rehabilitációját, annak lenne a tovább fejlesztett verziója, úgymond. Ott van egy közösségi házunk, azt még több funkcióval látnánk el, a szegregált területeket még tovább csökkentenénk. A lakhatási feltételeket próbálnánk megjavítani ott élő sok gyermekes családoknak. Erre több szakmai elképzelésünk van. Ennek egyik alapillére az, amit már megvalósítottunk. Másik pedig az, hogy szintén közvetlen brüsszeli forrásból finanszírozott projektekben vettünk részt, ami úgynevezett Romanet programban kettőbe is, ami ezeket a feltételeknek a legracionálisabb, a legeredményesebb változásait tanulmányozta. Ezt az épületet a jelenlegi közösségi házat lebontják, és helyére egy új térségi rendezvényközpont épülhet fel 500 millió forintból. Nagykállóban ugyanis nincs egy nagy létszámú rendezvény megtartására alkalmas közösségi épület, ezt a hiányt szeretnék pótolni. Arra törekszünk mi is, és a tervezők is, hogy minél többféle módon lehessen használni. Ez a használhatóság és a működtetés szempontjából fontos. Úgy nevezzük, hogy több funkciós, hogy ugye az év minden napján lehetőség legyen arra, hogy kihasználtsága az jó legyen, és komoly pénzeket költünk erre. Erre az épületre körülbelül 100 millió forintot költenénk. Ennek a programnak van még két másik eleme, egy kis sétánynak az építése, itt szintén a belvárosban, valamint a strandunkon szeretnénk még fejleszteni. A parkolási feltételeken is szeretne javítani a város, ezért újabb parkolók épülhetnek. A fenntartható települési közlekedés fejlesztésben pedig a kerékpárutak negyedik üteme indulhat el, Nagykálló és Napkor között épülhet kerékpárút.